A képen jól látszódik, hogy mekkora hőmérsékletbeli különbség volt az ország két különböző területén tegnap délután. Még Bács-Szőlősön 27, addig a Kékestetőn 4 fokot mutattak a hőmérők. Bár azt lehet mondani, hogy ketté szakadt az ország időjárása, a magyarázat sokkal egyszerűbb, mint azt gondolnánk. Az alapvető ok az az volt, hogy az északi ország részben visszamaradt egy hullámzó frontrendszerhez köthető felhőmennyiség, aminek a hatására a nap folyamán gyengébb volt a besugárzás, ennek hatására gyengébb volt a felmelegedés, mint egyébként az országnak a déli részén. Ez a kis visszamaradó felhő, meg az egyébként is észak-déli kontraszt, meg egyébként is a hegyvidék-alföld kontraszt, így egymásra rakódva érvényesült jobban. Most is van egy 10 fokos eltérés a leghidegebb és a legmelegebb területek között, de a különbség már mérséklődik. Míg ez a jelenség nem, az elmúlt napok időjárása megviselte az embereket. Hektikus időjárásban ugyanis volt részünk bőven. A hétfőről keddre történő átállás, ami én úgy gondolom, hogy a legtöbbeket megviselte, tehát ez a hétfőn még 30 fokokat mértünk a legtöbb helyen, viszont keddre már azért egy jó 10-15 fokot csökkent a hőmérséklet. Ez mindenféleképpen megviselte a szív- és érrendszeri betegséggel küzdőknek a szervezetét, illetve hát az idős embereket. A következő napokban térségünkben is megélénkül, időnként megerősödik a szél, amely a migrénes fájdalmakat felerősítheti.